arról szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy egy közös konferenciát szervezünk a Felsőházba vasárnap a Vitézi Rend és a Mi Hazánk mozgalom szervezésében, amely konferencia a Vitézi Rend egykor és ma címet viseli. A konferencia fővédnöke, Vitéz Takaró Károly nyugalmazott állományú dandártábornok, protestáns tábori püspök, aki igei köszöntőt is fog mondani a konferenciánkon. Az előadók között szerepel dr. Horváth Attila alkotmánybíró, dr. Popé Gyula az MTA doktora, illetve Raffai Ernő történész, egykori honvédelmi államtitkár is, illetve természetesen főkapitány úr beszédét is meghallgathatják az érdeklődők. A rendezvény zárt körű, de sajtónyilvános, ezért a sajtó képviselőit szeretettel várjuk. Szimbolikus értelme van annak, hogy a Vitézi Rend visszatér a Felsőházba, fizikai értelemben is, és a magam részéről elkötelezett vagyok az iránt, hogy az ilyen valódi hagyományokkal, valódi tagsággal és társadalmi támogatottsággal rendelkező szervezeteknek a hangját minél több politikus meghallja ma is a 21. században, ez időszerű. Másrésztről nem csak a hagyományok, hanem a közös értékrend, a közös értékek is olyanok, amik arra predesztináltak minket, és ami miatt úgy döntöttünk, hogy egy közös rendezvényt tartunk az Országgyűlés Felsőházi Üléstermében, hiszen a hagyományőrzés, a nemzeti öntudat megerősítése, az identitásunk megőrzése talán aktuálisabb kérdések, mint valaha voltak. Ezekkel a kihívásokkal nem csak 100 évvel ezelőtt kellett a magyarságnak szembenéznie, hanem napjaink is rendkívül erős támadások zajlanak a nemzeti identitás és egyáltalán a keresztény kultúra ellen. Meg tudom önöknek mutatni már a sajtótájékoztató keretében is azt az emléklapot, amelyet majd az ülésteremben kiosztunk, illetve ezt önök rendelkezésére is tudom bocsátani a résztvevők számára. Közel 500 fő részvételére számítunk a konferencián, tehát egy rendkívül nagyszabású rendezvényről van szó. A magam részéről annyit szerettem volna elmondani, és akkor felkérem főkapitány urat, hogy ő is ossza meg gondolatait önökkel. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt vagyok és önökhöz szólhatok. A konferenciának az a lényege, hogy elmondjuk és minél szélesebb körben tudassuk, hogy a kormányzó úrnak elsősorban nem az volt a célja a Vitézi Renddel, hogy a háborúban a hőseket jutalmazza. Nyilván ez egy fontos opció volt, de nem ez volt a fő cél. A fő cél az ma is aktuális. A célja az volt az alapításkor a Vitézi Rendnek, hogy a magyar nemzetet szolgálja. A konferenciának az a lényege, hogy bemutassuk, hogy a Vitézi Rend a múltból táplálkozik, de a jelenben él, és nekünk is van jövőképünk, és tartjuk magunkat ahhoz, amit elején a kormányzó úr meghatározott és a végakaratában megerősített, a Vitézi Rend 2023-ban és a következő években is a magyar nemzetet kívánja szolgálni. A konferencia keretében meghallgathatják a Vitézi Rend múltját, majd a jelenéről én fogok beszélni, ahol ismertetni fogom, hogy milyen fontos társadalmi tevékenységeket végez a Vitézi Rend. Szeretném eloszlatni azokat a téveszméket, hogy a Vitézi Rend csupa bocskaiba öltözött darutollas emberből áll, akik itt Budapesten vagy vidéken sétálgatva nem találják a helyüket. Mi ennek a társadalomnak szerves része vagyunk. Egy 7000 fős Vitézi Rendről beszélünk, amelyik úgy érzem, hogy az elmúlt 10 év alatt megtalálta a helyét a magyar társadalomban. Erről fognak majd előadást tartani, akik előttem beszélnek, és nyilván én is erről fogok beszélni. El fogom mondani, hogy milyen társadalmi tevékenységeket végzünk, nem csak a kegyeleti tevékenységekre korlátozzuk a tevékenységeinket, hanem vannak olyan munkacsoportjaink, honvédelmi sporttagozat, ahol sajnos időszerű, de a fiatalokat önvédelemre, harcászatra tanítjuk. A hagyományőrzés nagyon fontos, de ezt is kiszélesítjük, ezt is kifejtem majd, hogy milyennek a célja. A hazaszeretetre nevelés nem lehet elég korán elkezdeni, és a hagyományőrzés részünkről nem abból áll, hogy csak díszelgünk valahol, hanem meghívásos alapon iskolákba, óvodákba is elmegyünk. Karitatív tevékenységünk felölel mindent itt a Kárpát-medencébe. A Vitézi Rend volt az első olyan civil szervezet, amelyik az ukrán-orosz háborúba körülbelül olyan 10 nap után már 40 tonna adománnyal ott áll, célzottan a kárpátai magyarok részére.
de van katasztrófavédelmi tevékenységünk is, amit összehangolunk az állami szervekkel, és van persze hadisírgondozásunk is, aminek az a célja, hogy az elhanyagolt sírokat rendbe rakjuk. Azt szeretnénk, hogyha ez a konferencia rávilágít arra, hogy a Vitézre nem egy idejét múlt szervezet. Nekünk van létjogosultságunk 1920 óta is a mai magyar társadalomban helyet foglalni. Úgy érezzük, hogy a társadalom egyre szélesebb körben megismeri a tevékenységünket, és hát nyilván ehhez szeretnénk új társakat, segítőket találni. Ezért is örülök annak, hogy Durró Dóra alelnök asszony ezt így felvállalta. Nekünk ez nagy segítség, amit ezúttal is hálásan köszönök, és köszönöm az önök megtisztelő figyelmét.